Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek és ilyen sokan érdeklődtök. Ma este ugye a reklám és a reklám szakma, a reklámipar jeleseit és fiatal tehetségeit látjuk vendégül. Remélem, hogy nagyon jó hangulatú beszélgetés lesz. A beszélgetés felénél körülbelül tervezünk kapcsolni majd New Yorkba a BBDO két fiatal tehetséges reklámszakemberéhez, és velük is beszélgetünk, tehát ők is bekapcsolódnak majd. Az időeltolódás miatt nagyon hosszú ideig nem tudnak velünk maradni, de beszélgetünk velük természetesen. És mai idézetünk a reklámokhoz kapcsolható, amely így szól. Ha egy órát untatod a vevőt, akkor se vásárol annyit, mintha egy percet szórakoztatod, mondta David Ogilvy, a reklám szakma egyik legendás alakja. Három fiatalember, három tehetséges fiatal a ma esti vendégünk tehát, akik reméljük, hogy ugyanolyan legendásak lesznek majd akár, mint mondjuk David Ogilvy. Szép sorban Bújdosok Bianca, az ACG social media részlegvezetője, Jedlicska Márton, a Kirovszki Izobár kreatív igazgatója, Pőce Balázs, Mito kreatív igazgató. Sziasztok, gyertek! Jaj, no szóval, a reklámszakmáról kellene is, hogy ki hogyan került közel kapcsolatba a reklámszakmával. Kezdjük a sulitól. Nem terveztem, hogy a reklámszakmával fogok dolgozni, amikor még terveztem, hogy mi lesz a jövőm. A Corvinus Egyetem kereskedelem és marketing BA-jét próbáltam elvégezni. Na jó, elvégeztem, de két éve államvizsgázok folyamatosan, tehát az még nem jutott rá idő, mert azóta az ACG-ben dolgozom, és most a University of Virginia Digital Strategic Planning kurzusára járok. Igen, ez egy online kurzus, ez egy fél éves dolog, 33 embert vettek föl tulajdonképpen ingyen, CV-vel kellett jelentkezni, és egy motivációs levéllel, és így választották ki azt a 33-at, aki most jelenleg végzi ezt a kurzust. Én Békásmegyerről indultam. Oké. Okay. Mackónadrágban jártam iskolában, és most volt általános iskolai osztálytalálkozónk, és kiderült, hogy ismerek börtönviselt embereket. De jó. Igen, nekem is jól esett. Gondoltuk, a Gyusziról már gondoltuk egyébként, hogy akkor pisztolyjal lőtt 8-ban kézilabda edzés, hogy így baj lesz. És lett is. Szóval igen, az egyetem az jól hangzik, de így a teremben valószínűleg én rendelkezem a legrosszabb esélyekkel a munkaerőpiacon. Légy szíves, ne fúrjatok ki a helyemről, ha tehetségesek vagytok. Én diploma nélküli bölcsész vagyok. Tehát a mezlói piramis alján tengődünk valahol, és így próbálunk ügyesen lopni a közérből. És merengeni romkocsmákban. Tessék, és romkocsmákban merengeni. Mindenképpen, okay. Romkocsmákban merengeni. Szóval én az ELTE-re jártam filmszakra, ami nagyon hasznos volt egy bizonyos szempontból, télen sokkal nehezebb volt megfázni, mint mondjuk az utcán, meg láttam egy csomó filmet, ami egyébként reklámos melókhoz sokat segített, de én sokkal régebb óta nem tudok lediplomázni, és én végre meg is, tehát hogy nem olyan volt, mint a banknál, hogy az embernek még 6 papírt be kell vinnie, hogy kidobják, hanem én most már elértem. Tehát én kaptam róla hivatalosan egy papírt, hogy az ELTE nem tart rám igényt. Igen, én amúgy ilyen klasszikus művészeti képzést kaptam, még én a kisképzőben, a képzősipari szakközépiskolában jártam fotószakra. Aztán jártam Momira és az AVF-re, és utána dolgoztam, és utána kerültem ki a Miami Eszkóba. Úgyhogy majd be fognak jelentkezni a LACZ-ék, tehát ők is oda járnak. Az egy teljesen más, mint a magyar oktatás. Igazából ez egy kifejezetten csak reklámra képző iskola, ami nagyon gyakorlatilag, teljesen más, mint az itthoni oktatás. Van egy egyéves része, ami egy alapképzés, és van egy egyéves, ami kifejezetten gyakorlat és effektíve munka. Az iskola nagyon meleg volt, Miami volt. Amikor kiléptem a reptérről, akkor azt mondtam, hogy valami rossz helyre léptem, ilyen légkondiban, annyira más volt így a klíma, aztán az más. De az nagyon jó volt, hogy úgy kezdték az iskolába, hogy merjünk hibázni. Ez volt az első dolog ilyen beszélgetésben, hogy minden, amit, tehát így nyugodtan menjünk, legyünk bátrak, készítsünk rossznak tűnő, feleslegesnek tűnő dolgokat, mert talán jó lesz valamire. Csak így lehet valamire jutni. Szerintem ez mondjuk egy teljesen másfajta hozzáállás, mint amit nálunk az iskolában. Akkor mindenki összezárt lábakkal ül az iskolában, és próbálja túlélni a napot, azért nagyon más volt. Ti hogy látjátok itthon egyébként a kreativitást, mennyire támogatják az iskolákban? Tehát az, hogy azt hiszem Ogilvy írta valamelyik önéletrajzi könyvében, hogy mindig a renitens, külön emberekkel lehet valamit kezdeni a reklám szakmában, mert hogy belőlük, ha jól préseled ki azt, amit szeretnél és szeretnél elérni valamit, akkor azért az valahogy jó lesz, hogy ti hogy láttátok, vagy hogy látjátok? Hát nálunk nagyon sok gyakornok megfordult mostanában, mind kreatív területen, mind pedig nálam az accounting részen, és én, amit Marci is mondott, azt érzem, hogy hibázni egyáltalán nem mernek.
ami azt jelenti, hogy ugye ezzel visszafogják a kreativitásokat, és ezt tanulják, hogy inkább a biztosra menni. A másik pedig az, hogy kérdezni sem mernek, ami azt szerintem én, mint vezető, a legnagyobb hibának tartok, hogy semmit nem kérdeznek meg. Ez is kicsit szerintem az oktatás része, és amiben én hiányolom a saját tapasztalataim szerint a kreativitást, hogyha kapnak egy feladatot, és azt egy icipicit is kihívásnak érzik, akkor nem mennek utána. Tehát hogy olyan szinten nincs már a kreativitás, hogy én azt érzem, hogy néha Google-be se írják be, hogy akkor ezzel most mit lehetne kezdeni, vagy nem kezdenek el rajta agyalni, hanem nem megy, hát akkor majd megoldja valaki felettem, aki ezzel már találkozott. Szóval én azt érzem, hogy eléggé skatujázva megy az oktatás. Hát az általános iskolai évekről nem tudok sokat mesélni, mert valószínűleg ugyanolyan általános iskolába jártam, vagy rosszabb, mint bárki más. Ami így az egyetemet illeti, ez egy nehéz kérdés. Én nem nagyon... Van egy ilyen fura teoretikus vita, hogy egy valami gerjed, és ez valószínűleg én vagyok, de most egy picit jobb. Szóval, hogy nem vagyok benne biztos, hogy egy iskolának az a feladata, hogy fölkészítsen a munkahelyre. Ez egy nagy teoretikus, nem egyszerű vita, tehát a Stanford is rendszeresen megkapja, hogy könyörgöm, nem a venture capitalistek elé kéne kiraknunk embereket, hanem olyan embereket kéne nevelnünk, akik a világ dolgaira rácsodálkoznak, gondolnak róla valamit, aztán valami történik. Én azt látom, van egyetemi történetem, ugye nagyon sokáig jártam, csak sikertelenül. Egyszer föltették nekünk pedagógia órán azt a kérdést, hogy vajon milyen tanárok leszünk mi. Olyan tanárok, mint a legjobb tanárunk, és akkor az inspirál minket, vagy a legrosszabb tanár elriaszt, és attól elfele definiáljuk magunkat. És akkor mindenki mondott olyan dolgokat, amiket okosnak gondoltunk, és aztán mondta a kurzusvezető, hogy igazából olyan tanárok leszünk, mint amilyen tanári karba kerülünk. Mert hogy a peer pressure nyilván annyira erős, hogy az ember elkezd ezekhez hasonlítani. Tehát egy ügynökségnek az a fontos feladat, hogy fölépítsen egy olyan kultúrát, ahol azok a dolgok, amik iskolában nem jöttek át, azokat mi helyben elő tudjuk állítani. Nyilván szélmalomharc, széleszembehúgyozás, van egy csomó szép szinonim, hogy pontosan, tehát el lehet szépen magyarul mondani sokféleképpen, hogy miről van szó, de nem könnyű dolog. Én azt látom, hogy vannak olyan sulik, vannak olyan szakkollégiumok, vannak olyan közösségek, ahol nagyon intenzív tudáscsere zajlik, nem feltétlen arról, ami nálunk a napi dolgokhoz kell, de mondjuk tehát már el lehet kezdeni meetupra járni, van egy csomó olyan lehetőség, online kurzusokat lehet fölvenni. Ez itt Magyarországon is működik. Igen, a pontosan, meetupok is. Pontosan, akinél van otthon betárcsázós modem, annál is csak lassan. Tehát, hogy szerintem van erre lehetőség. Én az iskoláktól sokkal többet várnék, az egész családom a közoktatásban dolgozik, és most így nem mennék bele igazán mélyen, hogy mi minden kúródott el az elmúlt időszakban, meg előtte is, de alapvetően azért tudunk olyan alapanyagból dolgozni, akikből lehet kúrva jó embereket csinálni, szerintem. Hogy lehet bekerülni az ACG reklámügynökséghez, Bianca? Neked hogy sikerült? Hát én PR gyakornoknak mentem annó oda az egyetem utolsó évében, és hát tulajdonképpen egy hónapig voltam gyakornok, vagy 3 hétig, mikor is a vezetőség megtudta, hogy van egy blogom, aminek igencsak sok Facebook rajongója volt akkor, amikor még kutya se volt Facebookon, és pont akkor kezdődött az, hogy az ügyfelek elkezdték mondani, hogy hát nekik kellene valami social media kommunikáció, és akkor mondtam, hogy na akkor én majd azt megcsinálom. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon egyszerű történet, de így indult, és most már a social media részleg, a digitális részleg része, ami később épült hozzá, és most már 30-an vagyunk a digitális részlegen. Ez sokkal kevésbé. Pisztolyt vittél magaddal, Krúzi történet, az egy pisztoly, ez rajtam ragadt. Én kamaszkoromban elkezdtem televíziózni, és egyetem elején, elsőben a Cinematrix nevű moziműsort szerkesztettem, ami akkor a TV2-nek a mozimagazinja volt. És a Cinematrixnak a producere, az az ACG egyik alapítója, és az Endre odajött hozzám egyszer valamilyen szerkesztőségi megbeszélés után, nem így mondta, mert valószínűleg közben nagyon sokat káromkodott, de hogy így nincs szöveg, tehát hogy elmegy egy szövegíró, és akkor kéne helyette egy másik. És akkor kérdeztem, hogy mit csinál? És akkor mondta, hogy írjál nekem szlogent, és akkor volt egy telko ügyfele akkor a cégnek, és akkor írjak szlogent, és így az örök junior betegséget elkövetve írtam 3 A4-es oldalnyi, rosszabbnál rosszabb fókuszálatot. Mertél hibázni? Fókuszálatot, hogy nem mertem volna, csak hibázni mertem, mert meg se kérdeztem, hogy pontosan mi a feladat. Tehát annyira magabiztos voltam, hogy a szlogen, tehát szavak egymás után, amik lazán kapcsolódnak egy előtte lévő termékhez. Termék?
És akkor gondoltam, hogy ez biztos menni fog. Pedig a jó szlogen írásról néhány könyvet teleírtam és már. Igen. Én eszembe se jutott, hogy ezeket levegyem a polcról, hogy nem voltak föl rajta. És akkor az Endrének az éles látását és tehetségtelenségét minősíti, hogy azt mondta, hogy jó, akkor próbáljuk meg. És akkor ott dolgoztam egy ideig, onnan meg kacskaringós úton lettem végül mítós. Én fotósként dolgoztam nagyon sokáig, még egy 16 éves korban kezdtem el asszisztenskedni, és mindig jöttek ilyen art direktorok, ilyen layoutokkal, és az nagyon elkezdett érdekelni, hogy igazából a fotózás érdekel nagyon sokáig, csak rájöttem, hogy ott igazából az ötlet az nem tőlünk jön, vagy nagyon ritka esetekben. És ott találkoztam ezzel az egészen, és kérdeztem őket, hogy ez mi, hogy működik, és így aztán jelentkeztem a B-Videónál egy junior állásértésre, amihez egy próbamunkát kellett csinálni, és azon keresztül kerültem be, 18 évesen a B-Videóhoz. Az egyik ötlem az volt, hogy egy rágóra, hogy küldjünk le embereket a víz alá, és aki legtovább bírja, és nem hal meg, az lesz a promóció nyertesen. De ezzel még UNICEF díjat nyertél valamikor. Igen. Úgyhogy persze, minden nyertem, abszolút. És én nagyon kiöltöztem, nem tudtuk, hogy kell felöltözni egy ilyen a B-Videó, nem tudom. Az egyiken nagyon szép irodában volt a 14. emeleten, ilyen Bauhaus, bútorok, tök jó volt az egész, és akkor így próbáltam még kiöltözni egy kis öltönybe, és akkor beléptem, akkor gyorsan levettem az öltönyt, lerúgtam a lift mellé, láttam, hogy ez így nem lesz jó. Tehát én fogalmam nem volt, hogy ez miről szó igazából. Én nagyon kíváncsi lettem arra, hogy ami itthon úgy, ahogy ment, azt gondoltam, akkor azt megpróbáltam, hogy mennek külföldön, hogy kipróbálni magam. És akkor a Miami High School tűnt a legjobb opciónak erre. Szóval a B-Videónál dolgozik pillanatnyilag kreatívként, és ha jól tudom, ugye a másik oldalon pedig junior art director még Papákos, Szloboda Laci. Nem tudom, kérdezem a kollégákat, hogy esetleg tudjuk-e még vagy már kapcsolni őket, netán vonal túloldalán vannak-e, vagy hívjuk őket, vagy esetleg mutassuk meg a videójukat, vagy itt vannak a fiúk. Hello! Oh, sziasztok! Ez a titka. Akkor gyorsan csak néhány mondatban, hogy ti mit kerestek New Yorkban? Nem vagyok elvért. Jelenleg a Bibli, hogy New York-nál dolgozunk. Teamként én vagyok az art director, papíron a Laci meg a szövegíró. És hát próbálunk reklámokat készíteni. De itt ül veletem Jedlicska Marci. Ha jól tudom, ő segített nektek annak idején az egész Miami Art School-os indításnál, vele sokat leveleztetek. Igen, ez így van. Amikor kitaláltuk, hogy a Miami Art School-ot szeretnénk felvételni, akkor írtunk neki egy e-mailt, és nagyon-nagyon sok kérdést felsettünk annak kapcsolatban, hogy ez hogy kéne. És még a következőt azt ajánlotta, hogy a Hamburgba menjünk, ami mint utólag kiderült, nagyon-nagyon jó döntés volt, mert az Hamburg a Nelszak mindes jó volt. És egy nagyon-nagyon-nagyon jó osztály. Köszönjük a tippet. Jó osztályba sikerült, ott bekerülnünk, akikkel szinte mindegyik ők azóta is tartjuk a kapcsolatot, meg kell egy brazil team, ők itt a DVD-nél dolgoznak, úgyhogy még személyesen is tudunk néha összefutni, úgyhogy jól sült el az Hamburg dolog, úgyhogy köszönjük a tippet. Na, szóval a lényeg az, hogy tulajdonképpen az, hogy ti Hamburgban kezdtetek, és utána kikötöttetek New Yorkban, ennek azért van egy története. Hát az úgy alakult, hogy pontosan egy éve, márciusban befejeztük a sulit, és a vízumunkat egy hónapon belül gyakorlatilag tudtuk, hogy le fog járni, de nagyon gyorsan kellett állást szereznünk, és végig gondoltuk, hogy milyen opcióink vannak erre, mi a legegyszerűbb módja annak, hogy minél több helyel tudjunk kapcsolatba kerülni. És végül ez nem feltétlenül akartunk egy ilyen stántot csinálni, amivel így beklámozunk a portfóliónkat, de ez egy olyan ötlet volt, ami nagyon tetszett. Kettőnek mindegy kitalált, hogy ezt azért mindenképpen szeretnénk megcsinálni. Illetőleg, bocsánat, hát láttuk egyrészt a diáktársainkon keresztül, meg a kreatív igazgatókon keresztül szemszögükből is kicsit elálltunk a dolgokra, mert voltunk gyakornokoskodni több ügynökségnél, és láttuk azt, hogy a kreatív igazgatók hát nem igazán van idejük, amit arra tudnak szenni, hogy diák portfóliókat lapozgassanak. Meg nagyon sokan végeznek mindenféle reklámiskolákban a világban, és mindig, hogy 3 havonta végeznek nagyon sok Miami High School-os osztály a világban, vannak, és még egy csomó másik iskolában is, és ezek a portfóliók egyszerűen csak így általában így bele vannak szorva a célba, aztán vagy eljutnak oda, ahol kell, vagy nem. Mi a jutottatok rá a WC-kre? Hát tényleg változó volt, néha
csak egyszerűen fogtuk magunkat és kinéztük a Google Maps-en a címet, az ügynökség címét, és besétáltunk, és sikerült. Besétálunk ügynökségre, amikor csak kicsit át kell stresszolni a recepción, mert attól, hogy mennyire durva a biztonságra, mint a biztonságért, hogy mennyire komolyak, általában nem azok, és aztán csak benne megkérdezzük akárkis, hogy merre van a WC, akkor elmondják kedvesen. És hát azért volt olyan is, ahol ismertünk, tehát több ügynökség is volt, ahol voltak ismerőseink, és akkor velük így beengedtettük magunkat. De volt fel a Madronnél, azt csináltuk, hogy oda mentünk, nem ismertünk senkit, oda mentünk, és nem lehetett bejutni, és megvártunk pár embert, akik kijöttek cigizni, és megbeszéltük velük, hogy ezt szeretnénk csinálni, és mondták, hogy tök jó, beviszi. A legkalandosabb az viszont a BLK-nél volt, ami ugye a Jerry Brandt-nak most a kis játszótér ügynöksége, ahol csinálja a nagyon-nagyon vicces tévészpotokat, és hát ott is megnézzük a címet, de viszont arra nem számítottunk, hogy itt a lift az itt gyakorlatilag az ügynökség kellős közepén fog kinyílni, mert általában úgy ott van egy folyosó, vagy egy recepció, vagy valami, ahol még kitaláljuk, hogy majd most itt mi lesz a szöveg, de ott így konkrétan egy ilyen nappali méretű az egész ügynökség, és ott nyílt ki a lift, és akkor ott így néztek ránk a kreatívok, hogy hello, mit csináltak, és akkor mondtuk, hogy hát a pénzét keres, és a gyorsan bementünk, két különböző WC-ben fölöttük. Még szembeöltünk a főnökre, Jerry Graf, aki nézett ránk, hogy most mit csinálunk itt a... Tehát öt fő van, itt délután pilótodájában, meg mi kezdtem, mégis mi mit keresünk itt. De aztán nagyon-nagyon jó meg volt, miután berakjuk a WC-be, mondtuk, hogy hagytunk neki egy ajándékot, és mondta, hogy tőle csak akkor nem is tudtad, hogy biztos, hogy jó. Mondtuk, hogy fordja, és elizgoltunk. De aztán később találkoztunk vele egy buliban, és azt mondta, hogy megnézte és tetszett neki. És meg így emlékeztek már ránk. Érdekes lenne az, hogy hogyan telik mondjuk egy napotok. Mennyiben más New Yorkban az élet reggel, mikor felkeltek, hogy kezdődik a meló? Hát konkrétan összehasonlítani azt nem igazán tudjuk a magyar viszonylatokkal, mert még nem nagyon dolgoztunk Magyarországon. A svéd ügynökséget tudjuk, hogy az elég első komoly különbség, ami a stockholmi munkaviszonylatokhoz képest az, hogy 9-kor mindenki pontban benne van, reggel 9-kor van egy ilyen összügynökséges meeting, ami mindenki ott van már teljesen éberen, és meginta már a kávéját, és aztán délelőtt 11-re gyakorlatilag a napi munkának a felét már lekörülje az ügynökség, itt pedig 11-kor még bőven érkeznek az emberek. És aztán stockholmban az délután 5-kor mindenki felviselt és eldobta a tollat, és leléptek itt meg. Úgy meg az este 8 körül, igen. Tehát olyan este 7 körül vannak az emberek, és 8-9 is simán belepöl. De még 10-15 nem mindenki érdekel. Oké, gondolom azért az a fiúknak is nagyon sokat segít, hogy ők azért ott vannak egymásnak, tehát hogy azért annyira még sincsenek egyedül és együtt tudnak dolgozni. Mondjuk nektek, hogyha egy végig kellene menni, ki volt a leginspiratív ember, ki volt az a mentor, aki nagyon sokat segített nektek? Igen, nekem. Nem akartam rátúrmálni ezek után azt mondtam. Azt mondanám, hogy nem az kicsit. Nem, tényleg Balázs is említett, engem is tulajdonképpen Endre volt az, aki a kezdetektől fogva motivált és mondta, hogy igen, gyerünk hajrá, ő volt az, aki egyébként gyakornokként engem felvett az ACG-be, mert ő jelenleg a PR vonalat viszi, és tulajdonképpen azóta is így folyamatosan úgymond megbeszéljük azt, hogy hogyan is lehetne fejleszteni a részleget. Tehát, hogy nekem nagyon sokat számít az, hogy alapvetően a stratégiai gondolataim is meghallgatják ilyen menedzsment szinten is, hiszen én is vezetőként, most már vezetőként így tudom jól érezni magam a saját csapatomban, hogy úgy valósulnak meg a dolgok, ahogy én azt jónak látom, és nagyjából ezzel ők általában egyet is értenek, de tőle nagyon sokat tanultam. Az a baj, hogy nagyon nehéz kérdés, mert mit olyan nagyjából 15 éve dolgozom, és minden helyzetben volt valaki olyan ember, aki azt látta, hogy érdemes valamiért ebbe a feneketlen kútba valamiért tölteni egy kis vizet, hát ha lesz egy kis értelme. És tényleg ezek az emberek tudnak ügynökségen belülről jönni, tudnak fölüled, tudnak alólad jönni, simán tudnak ügyfél oldalról jönni, tehát föl tudnék sorolni rendkívül sok olyan marketingest, akinek azt éreztem, hogy csomót tudok tőle tanulni. De akár egyébként, amikor nem tudom, elmegyünk valahova egy iskolába mesélni arról, hogy pontosan mivel foglalkozunk, néha kérdésekkel annyira jól ráébresztenek, hogy te pontosan mit csinálsz. Volt
pár év a Marcékféle Portfolio Night-on volt egy srác, aki elhozta a portfólióját, és egy olyan idegenforgalmi kampányt talált ki Magyarországnak, hogy én életemben nem láttam annyira. Nálad is ott volt? Elmesélhetjük szerinted mi volt az ötlet? Igen, de ugye elmesélhetem az ötletet szerinted, mert hogy... Mert hogy azt mondta a srác, hogy tudjátok, mindig mivel próbálják, tehát hogy mivel próbálunk külföldieket ide csalogatni. Sajok, ami nyilván így nem tudom, így javarészt működik, pláne itt szétnézve. Tony Curtis, ez nagyon fontos, pláne most, hogy meghalt, és az iPhone-jával együtt temették el. Lánchíd, vár, nem tudom mi. És ez a srác azt írta volna a hirdetéseire, hogy külföldieknek, hogy jöjjenek Magyarországra, hogy világ egyik legszomorúbb népe vagyunk, gyere és vidíts föl minket. Ugye? Azért annyira zseniális gondolkodás, hogy ott ült, nulla kilométeres, de lehet, hogy minuszos fiú, és így nem hittem el. És tényleg kirásztja még mindig a hideg. Tehát ilyen dolgokkal az ember nap mint nap találkozik, és ez a, egyébként a legnagyobb ajándéka a szakmának, hogy ugye problémákat oldunk meg, mint a Pulp Fictionben a Harvey Keitel, és így probléma megoldás, ez nagyon sok helyről lehet inspirációt meríteni. És ez nem biztos, hogy emberekben, hanem inkább ilyen emberekben és pillanatokban tud összegyűlni. Vagy legalábbis az én karrierem során nagyjából így volt. Tehát én is tudnék egy embert kiemelni, szerintem nagyon, tehát én is minden helyről próbáltam egy magamba szívni valamennyire tudás, de ez tényleg lehet bárki, én azt gondolom, és mindenkit érdemes úgy nézni, van az a mondás, hogy mindenkivel, akivel találkozunk, többet tud valamiben nálunk, és tehát ez olyan hangzik ilyen pátoszos, de én is ezt gondolom. Tehát akinek türelme volt még, amikor nagyon fiatal voltam hozzám, hogy így állandóan mentem és kérdeztem, meg halálozégesítettem őket, hogy elviseltek, szerintem az is jó. De hogy van egy-két ember, mint az Adrian Holmes, mondanám a Youngnál, aki egy ilyen kreatív igazgató volt, egy ilyen típus régi vágású, valaki még ilyen nadrágkötős, és a Monty Pythonosoknak volt ilyen régi barátja, és ő írt rólam például egy nagyon jó ilyen ajánló levelet, mert a Miami School az egyik feltétel, hogy kell három szakmabeliti ajánlás. És ő írta az egyiket, ami arról szólt, hogy meggyőzte, hogy a Miami School engem ne vegyenek föl, mert hogy bizonyos dolgokban nagyon béna vagyok, és jobb, hogyha ott maradok a Young & Rubicamnél sokkal. És ezt így elgőzni, és tényleg tök szórakoztó volt, és egy nagyon érdekes ember volt. De szerintem tényleg bárkitől tudunk tanulni nagyjából. A humor az mennyire fontos szerintetek a reklámban? Félreviheti a történetet? Zavaró lehet, eltereli a figyelmet a lényegről, vagy netán pont az ellenkezője felkelti a figyelmet? Én kicsit biztos másképp látom, mint a srácok, mert hogy általában ugye én stratégiailag közelítek meg egy reklámot. A humorral főként az a probléma, hogy mindenki másképp értelmezi, mindenkinek más a humorérzéke, sőt, egy ember különböző hangulatban másképp tud egy-egy dolgot értelmezni, úgyhogy én nem azt mondom, hogy csínyen kell vele bánni, mert semmivel nem kell csínyen bánni, ami veszélyes, de szerintem egy kicsit rizikós vonal. Nehéz. Alapvetően ez olyan, mintha arról beszélnénk, hogy a dráma mennyit. De a humor egy eszköz. A humor egy eszköz, mondjuk abból a szempontból, hogy ha az ember nem a kampányok hatékonyságát nézi, hanem mondjuk a maradandóságát, akkor most mindenkit itt megkérnék, hogy idézzem fel három kampányt az életéből, én így rátenném a nyakamat, de mondjuk a cégünk profitjának egy tekintélyes részét arra, hogy háromból kettő legalább vicces reklám lenne. Mert a jó érzést kelt benned, ezért szívesen emlékszel rá, szívesen idézed föl, szívesen meséled el másoknak. A humor egy rendkívül jó eszköz, szar helyzetben használva arra, hogy megöld magad. Tehát, hogy valóban, hogyha valaha temetkezési vállalattal próbálnék együttműködni, akkor valószínűleg nem szedném elő a humort az eszköztárunkból, de amikor az ügyfél és a helyzet azt kívánja, akkor szerintem egy iszonyat nagy ajándék tud lenni, hogyha van egy tényleg vicces spotod. És valóban lesznek, akik nem szeretik, lesznek, akik éppen szomorúak, de a felidézhetősége rengeteget segít. Nekünk beírták első általánosban, mondjuk egy árnyalattal azért fiatalabbak vagytok, mint mi, volt a Vic cukorkának egy focistás spotja, amikor azt mondta a focista, hogy az orrodat is tisztítsa. És be volt írva az ellenőrzőnkbe, hogy nem lehet ezt így kimondani, mert féltek a Piroska néni meg a másik asszony, akinek nem emlékszem a nevére, hogy így fogjuk megjegyezni. Tehát, hogy azért ezeknek van húzere. Köszönjük MS-ét, mi még mindig használjuk benne az ügynökségnél, amikor juniorok prezentálnak. Ja, mert elbírod? Igen. Életünk része, amikor Balázs is mondta, azt nem lehet így elválasztani. És még azt sem mondanám, hogy eszköz, ez egyszerűen így... Ez ugyanúgy, mint hogyha annyira része az egésznek, hogy nem is tudom szétválasztani. Az biztos, hogy erőszakos az, hogy most csináljátok egy vicces reklámot, az nem is működik. Akkor mi a jó kreatív? Ti hogy látjátok? Mi a jó ötlet? Honnét jön a jó ötlet? Meglepődsz? Megdöbbensz?
bármilyen érzést vált ki belőle? Jó, lehet, hogy túl általános a kérdés, de mégis azért nektek minden nap ezt a problémát kell megoldani, hogy ez egy jó ötlet legyen, amit, vagy annyit dolgozzatok rajta, hogy abból egy jó ötlet legyen. Jó ötlet megoldja a problémát. Alapvetően ez a rendkívül sablonos, hihetetlenül unalmas, de mégiscsak ez a jó ötlet az, aminek, hogyha megvalósítjuk, akkor utána az a probléma, ami miatt azt a briefet kaptuk, az a probléma már semmissé válik, és egy következő probléma. És igazából ez a nagyon nehéz, az embernek nagyon sokat kell előre modelleznie, és nem minden hatásmechanizmus ismert előre. Tehát, hogy nyilván azért a Malcolm Gladwell-nek a Blink című könyvét, ami kijött a HVG könyvektől, nem tudom mi a magyar cím, de valami szempillan, nem tudom, lényegtelen, abban nagyon jól benne van, hogy az ember mennyire sokszor hoz ösztönből döntéseket. És nyilván pár év után az ember érzi valahol, hogy egy ötlet miért jó vagy rossz, meg is tudja nagyjából indokolni, de rendkívül sok az ilyen fejben modellezés, amikor próbálod az ötlet útját előre látni, és megmondani, hogy ez kb. Mit fog befutni. De alapvetően a jó ötlet az mindenképpen az, ami megold egy parát, a parát. Alapvetően szerintem, ami elég nehéz dolog a reklámszakmában, hogy néha muszáj jó ötletet is elkaszálni, hogy, mert vannak nagyon-nagyon jó ötletek, amik nagyon-nagyon durván nem passzolnak egy-egy márkához, vagy egy-egy feladathoz. És ez nagyon nehéz kommunikálni egy-egy kreatív felé is például, hogy tényleg én iszonyatosan elismerem, és elsőre én is azt érzem, hogy ez olyan ötlet, hogy csak az, hogy én megyek 3-4-et így a folyosón, és rájövök, hogy hát nem. Tehát ezt nem szabad, és még ha el is vinnénk az ügyfélnek, akkor is ő is azt mondaná, hogy hú, de hajd, de végül nem azt a problémát oldja meg, amit tulajdonképpen a briefben megfogalmaztak. És ez az, amit szerintem nehéz szintén megtanulni, hogy attól még, hogy egy ötlet jó, attól még nem biztos, hogy a feladatát ellátja. A legnagyobb küzdelmeket ki ellen vívjátok, vagy kivel vívjátok? Tehát van, amikor azért vannak nagy harcok, és gondolom ügyfelekkel, hogy lehet meggyőzni egy ügyfelet arról, hogy ez jó, hol lehet határt húzni arról, hogy ne az ügyfél üljön a lovon, hanem ti, mert hogy mondjátok meg neki, hogy nagyon őszintén, szintén csak Ogilvére tudok hivatkozni, és mondta, hogy kegyetlen őszinteséggel kell megmondani az ügyfélnek azt, amire szüksége van. Szerintem itt érdemes úgy megfogalmazni ezt a dolgot, hogy így mondjuk annak, aki érdeklődik a reklámszakma felé és értelmezhető legyen, hogy szerintem pont ez a jó a reklámszakmában, amire az ötletelés kapcsán is beszéltünk, amiről beszéltek az előbb, hogy ez nem öncélú az egész. Tehát akkor jó egy ügyfél, meg bármilyen kapcsolat, tudjuk, hogy mit szeretne elérni ezzel az egésszel. Tehát ez nem egy képzőművészet, és pont ez benne az izgalmas, hogy valódi problémákat kell megoldanunk, és ezt minél jobban értjük az ügyfélnek a problémáit, lehet, hogy a ki nem mondottakat is, annál jobban fog ez működni. És hogyha ez így adott esetben van egy őszinteség, amit mondasz, az mondjuk sokszor pénzbe is kerülhet. Mi szerintem vagyunk a helyzet, meg tudjuk mondani egy ügyfélnek, hogy mi lehet, hogy most ezzel, ha megcsináljuk neked, keresünk X pénzt, de inkább nem csináljuk meg, mert ez szerintünk hülyeség, és lehet, hogy akkor el fog menni másra és megcsináltatja, de aztán valószínűleg vissza fog jönni, és azt mondja, hogy jó srácok, jó, igazatok volt, akkor csináljuk az Y-t, mert az valószínűleg jobb lesz. Egyetértek alapvetően a Marcival, tehát vannak ilyen démonjai a kreatív munkának. Az egyik kreatív démon az a saját hiúságunk. De az, amit a Marci mondott, ez kurva fontos dolog, ez egy alkalmazott műfaj. Tehát nagyon, nagyon rossz érzés, amikor alkotsz valakit, amire senki nem kíváncsi. Azt hívják ma Magyarországon körtárs költészetnek vagy drámának, esetleg filmnek. Igen, vagy festészetnek. A reklámban pedig rossz ötletnek, tehát biztos, hogy küzdesz azzal, hogyha valamit, amit kitaláltál, mert egyébként ez is egy nagyon fontos dolog, és ilyenkor azért az ember néha rosszul érzi magát, és fontos, hogy az ügyfelek tudják, hogy a rossz ötletben, de egyébként akár az ügynökségi kollégák is, hogy a rossz ötletben is van energia. Tehát azt nem hívjuk rossz ötletnek, ami oda van vetve. A rossz ötlet az, amit kidolgoztál, kurva jónak gondoltad, és kiderült, hogy nem jó. De az ugyanúgy egy értékes termék lett volna valamelyik másik problémára. Ugyanilyen démon nyilván az értetlenség házon belül, házon kívül. Tehát tudsz azzal is küzdeni, hogy bizonyos fajta tudás hiányzik, vagy nem megszerezhető. Ugyanilyen démon az őszintesség kérdés, amit kurva fontos, amit a Marci kiemelt, hogy így, hogy nagyon sokszor nem, sok helyen nem engedik meg maguknak azt, hogy őszinték legyenek, ami szerintem részben arra vezethető vissza, hogy a saját gyengéiket nem ismerik be. Tehát azt szerintem is ilyen gyakornoki évek alatt is tök fontos, hogy az embert nagyon szépen definiálja az is, hogyha valamire azt mondja, hogy ehhez nem értek, ezt nem tudom pontosan, és próbáljuk meg, hogy ehhez nem értek, nem tudom pontosan, hagyjuk a fenébe. De ez is egy olyan dolog, ami talán megint a hiúságra vezethető vissza, amivel vannak napi szintű küzdelmek, de nem úgy kell elképzelni ezt a dolgot, mint egy archetipikus küzdelmet a
Ford Fiestát vezető, szürke kis kosztümös, unalmas, Reese Witherspoon rajongó, szörnyeteg ügyfél, és a Volkswagen bogárból kipattant, rossz illatú, mégis vonzó, borostás kreatív köztet. Ennél sokkal-sokkal összetettebb a kérdés, és nem is jó az, amikor az ember erre az állóháborúra berendezkedve kezd el dolgozni egy ügynökségen, ez nem így működik. Mondjuk ti jártatok-e úgy, hogy volt egy nagyon jó ötletetek, egy eredeti ötlet, prezentáltátok, nem fogadták el, és viszont láttátok. Van ez a mondás, hogy ez a business of rejection, ez a legnehezebb dolog talán, hogy így mondjuk éjszakáztok, végigcsináljátok, tegeztek a legjobb prezentációt értek, vagy simán lehet, hogy nem valósul meg, vagy egyáltalán lesz az egészben semmi, vagy nem nyerik meg azt a tendert, és utána meg az a nagyon jó ötlet, amit láthatok, az valahol akár másnap látható, ami nemzetközi blogon, ez többször van persze. Nekünk volt olyan, hogy a Vodafone és a T-Mobile rendkívül furcsa módon a Duna két oldalán vannak viszonylag közel egymáshoz, és ültünk és prezentáltuk éppen egy ötletünket, ahol a Momentán társulatnak az ilyen impro színházát lehetett befolyásolni, kizárólag egy bizonyos díjcsomag igénybevételünk, mert az volt az üzenet, hogy te mindent tudsz befolyásolni azzal, hogy összeválogatod, és hogy prezentálgattunk a T-Mobile-nak a teljesen azonos, a beugróval elinduló együttműködése megjelent a kreatív.hu-n, vagy Facebookon, vagy nem tudom, és ott ültünk, és elkezdtünk így fölnézni, hogy figyele minket valaki a Duna túloldaláról. Tehát így, vagy az van, hogy elképesztő kommunikáció van a csapataink közt, és igazából a Marci meg én nem tudunk csak róla. Igen, alapvetően egyrészt ez egy elég pici piac, tehát ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek ugyanazon szektorbeli ügyfelek, tehát a briefek nagyjából ugyanazok, amik befutnak. Ezen kívül pedig, aminek az oka az, hogy talán egyre gyakrabban láthatunk olyan ötleteket, amit reggel kitalálunk, és este már valaki más megvalósította, az, hogy főleg, hogy mindhárman digitális világban is dolgozunk, ott azért egyre gyorsabbak ezek az ötletek, tehát nem olyan, mint egy TV-spot leforgatás, hanem ugye sokkal hamarabb meg lehet ezeket valósítani, és folyamatosan új dolgokra vágynak a felhasználók, úgyhogy ezért szerintem számtalanszor találkozunk ilyennel. A mémek ereje, amely mostanában egy óriási divat, szóval ez most szerinted pozitív vagy negatív hatása lehet a reklám szakmára, illetve ennek az üzenethordozó funkciója mennyire lehet felhasználható és kezelhető, vagy ez egyértelműen kicsúszik az irányítás alól? A mém az a reklám szakma, képzeljünk el egy amerikai akciófilmet, ahol egy csapat, nagyon gonosz terrorista, kifejleszt egy vírust, amit alaposan használ embereket és likvidál vele embereket, és egyszer a saját laborjukban elszabadul. Tehát ez a mém a reklám szakmában. Tehát alapvetően hívhatjuk, hogy akarjuk, teljesen mindegy, alapvetően a terjedő ötlet az alapja a reklámnak. Tehát az a reklám, amiről nem beszélnek, ami nem képes egy kicsit önmagán túlmutatni, az a reklám valószínűleg szar, vagy nagyon funkcionális. Az, hogy ez most elkezdett buzzwordként működni, nyilván azok a dolgok, amikkel orvul megtámadunk embereket, hogy költsenek több pénzt, hogy költsenek máshol pénzt, az ugyanígy megcsináljuk az ügyfeleinkkel is. És most valaki azt mondta, hogy ezzel tök jól el lehetne adni dolgokat, és emberek csinálják, és egyébként szóval ilyen áldásunk rájuk, de ez a dolog mindig jelen volt, mindig jelen lesz, amit a buzz. Ilyen három éve minden buzz volt. Itt van a Benes Feri, szerintem ő még egy régebbi, tehát egy 5 évvel még visszábról is tudna mondani olyan szavakat. A Web 2 mondjuk ilyen csodálatos dolog volt, egy blog. Szóval, hogy én szerintem ilyen dolgok lesznek, és voltak is mindig. És elavulnak. Szerintetek egy weblap szavatossága mennyi ideig érvényes? Tehát, hogyha mondjuk Bianca, elkészítetek ti valakinek valamit, bemegy valaki hozzátok, és a nulláról a céggel azt mondja, hogy a teljes social media kampányt építsétek fel neki. Az, hogy mennyi ideig érvényes egy weblap, az ügyféltől és szektortól is függ. Nem tudom, átlag olyan egy napot mondanék, vagy 2 percet, tehát hogy tényleg attól függ, hogy milyen ügyfélről van szó. Pont ezért van a közösségi média, ami egy olyan felület minden ügyfél számára, meg minden brand számára, amit folyamatosan frissíteni kell. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy átveszi a weblap szerepét, de azért valljuk be, bárki arra keres valami étteremre, vagy valamire, akkor megnézi a Facebook oldalát, és ott tudja, hogy fenn van a menü, és minden egyéb, tehát már kevesebbet járunk weblapra. Az, hogy hogyan kezdünk el egy ilyen munkát, valljuk be, azért itthon még nem annyira erős a digitális tudás semmilyen szinten, tehát általában az a brief, hogy szeretnénk fenn lenni a Facebookon,
ami azért minden reklámminőségben dolgozó ember számára egy szörnyű mondat, de ilyenkor megpróbáljuk kitágítani a látókört, legalábbis én megpróbálom, én nagyon-nagyon szeretném azt, hogy folyamatosan olyan, vagy legalább fél évente, inkább nem mondhatom, hogy fél évente egy-két olyan kampány legyen, ami új platformot mutat be, ami tényleg új felhasználói szokásokra alapul, tehát megvizsgáljuk azt, hogy egy márkának a célcsoportja az vajon milyen közösségi felületeken lehet fent, ez alapján viszünk egy vaskos stratégiát, és utána jön az exekucionális szint, hogyha az ügyfél elfogadta. A kettő között, előtt vagy után általában azért tréningezünk is. Nálatok a közösségi aktivitás az miben merül ki? Én tegnap megtanultam rakott krumplival leírni azt, hogy fuck. Nagyon nehéz volt. Ültem a két szerencsétlenül vacsoráztam, és a Sasvári Józsi Angel Day elkezdett sértegetni Twitteren. Ezzel elkezdtünk vadul kurvanyázni, és a késsel villával az utolsó falatokból ki tudtam rakni ezeket. Először azt mondtam, hogy fasz, de S betűt kivágni krumpliból, úgyhogy eléjeres és elcsúszik, nagyon nehéz. De szóval ez mindenképpen egy hasznos dolog azoknak, akik szeretnének a food bloggingnak ezzel az üzenetvezérelte vonalával valamit kezdeni. Olvastam egyszer egy interjút veled, vagy egy nyilatkozatodban, hogy kint Amerikában egyes reklámügynökségeknél például előfordul, hogy 30 éve ülnek egy pozícióban, egy helyen adott szövegírók, és amikor te odamész fiatal, tökös tehetségként, aki nagyon szeretné megmutatni azt, hogy most akkor mi történik, akkor itt bizonyos feszültségek kialakulhatnak, hogyha ezt egy kicsit körül tudnánk járni, tehát hogy a idősebb generáció kontra a feltörekvő fiatalság. Azért nagyon más, azt szerintem nálunk, mert amikor mondjuk így volt kint valamik a Szacsinál volt, az szintén, mondjuk Szacsi New Yorknál vannak 70 éves kreatívok, akik nem az, hogy kreatívok azok, hanem mondjuk így árdirektor, nem az, hogy junior szövegíró, de mondjuk így szövegíró, és ilyet nálunk nem lehet, egyszerűen nálunk nem olyan idős a szakma. Tehát így nagyon érdekes volt látni, hogy ők hogyan gondolkodnak, ők ebben így beleöregedtek, és akkor volt egy ilyen nehezebb idők jártak a Szacsiban, és akkor volt egy ilyen összeíves, hogy úristen, hogy aki nem készül föl, vagy nem hozza egy a számokat, vagy a díjakat, azt el fogják küldeni. És jöttek oda hozzánk ilyen titokban, és kérdeztek, hogy figyelj, ez a Twitter, az micsoda? Mondd már rá, mert hogy itt kéne valamit csinálni, és akkor így mi segítettünk neki, de tök aranyosak voltak, de amúgy meg ők segítettek nekünk teljesen másban, ilyen típóban, meg ilyen klasszikus dolgokban nagyon profik voltak. De ez szerintem olyan dolog, az mind tanulható, meg az így van. Szerintem abban a közegben, ahol mi dolgozunk, ott az, hogy tehát egy digitális világban az, hogy fiatal vagy, ez csak előny, mert úgy pont azért már használod ezeket a dolgokat, és azért így sokkal fiatalabban is elfogadnak szakértőként, mint a korábbi reklámvilágban, én legalábbis így látom. Az a baj, generációkról beszélni ilyen nagyon ilyen fura dolog, mert valószínűleg alapvetően gondolkodásról van szó inkább. Tehát vannak olyan emberek, akik már velünk egyidősen nagyon konzervatívak, még kiborulnának rajta, hogy itt csak energiaital és sör van az asztalon. Tehát a 70 évesen is simán lehet szöveget írni, és ezeket a dolgokat is, ezeket a platformokat is, ha az ember akarja, akkor meg tudja érteni. Tehát én nem gondolom, hogy itt idős-fiatal szembenállás lenne. Inkább az, amikor azt érzi az ember, hogy valaki nem akarja megérteni, hogy amit javasolsz, az hogyan működik, vagy hogyan nem működik. Nem hajlandó végig gondolni, mert nem akarja, vagy tudja megérteni, az inkább a problémás. De én ilyet láttam velem egy idős embertől. Tehát szerintem már a mi generációnkban vannak olyan marketingesek, akik azt mondják, hogy vegyük meg a nem tudom hol a két óriás plakátot, meg csináljunk mellé egy hostess promót, és jók vagyunk. Tehát ez egy olyan dolog, amit szerintem nem feltétlen a kor választ el, mert biztos nagyon érdekes lesz látni egyébként nálunk is járókeretes, csípőficamos kreatívokat. Nem mi leszünk szerencsére az első generáció. Ez már megnyugtató. Valódi insight-ok alapján tudnak időskori pelenka hirdetések születni végre. Marci, amikor mondjuk Amerikában egy olyan projekten dolgoztatok, ami talán világviszonylatban is majd mondjuk jelentős, ott voltak egy bizonyos titok dolgok, tehát hogy mondjuk nagyon odafigyeltek arra, hogy ne derüljön ki, nagyon titkosítani kellett, el kellett pakolni a papírokat, nagyon rejtegetni kellett, hogy kiszivárogjon valami információ, ipari kémkedés van-e egyáltalán ilyen szinten itt? Én azt mondom, ez túl van misztifikálva, nem volt, nem? Én nem találkoztam semmilyen, mindenkinek a szerződése benne van, hogy nem csinálhat ilyet. Én inkább Magyarországon tapasztaltam ezt amúgy ügyfeleknél, hogy egy nagy olajtársaság, sok van amúgy Magyarországon, például
ott futottunk bele egy olyanba, hogy amikor nekik dolgoztunk, akkor végigcsekkolták az IV profilunkat és mindent, és voltak, akit behívtak, mert volt egy olyan ismerős, aki az UNV-nél dolgozott, és beírták elbeszélgetésre, tehát én inkább Magyarországon találkoztam ilyenek, kint így nem, szerintem. Meg az alapvetően az a fajta félelem, tehát ez is, ami utána az iskolában tanulható dolog volt, hogy ne osszuk meg az ötleteinket, mert hogy úgyis ellopják. Az egy nagyon rossz hozzáállás. Szerintem, hogyha mondjuk egy portfóliót vagy ötleteket mutattok valakinek, minél több emberrel beszéltek, minél több emberek mutassátok meg, mert úgyis hozzátok fogják kötni, és annál, tehát minél több visszajelzést kaptok, annál több ember tudja, hogyha az ötlet jó, hozzátok köthető, tehát én inkább az ellenkezőt mondanám, és így minél több embernek meg kell mindent mutatni, mert annál jobb visszajelzéseket kaphat az ember. Balázs? Ebben a Marcinak teljesen igazán, ezt csak szeretném hatszor aláhúzni, tehát a nyilván Marcékhoz is, és hozzánk is bepattanak csomószor emberek, akik az évezred ötletét hozzák. Nem feltétlen csak egyébként szövegíró aspiránsok, vagy grafikus aspiránsok, hanem internetes vállalkozók, akik kitalálták a következő dolgot, és ezért ugye egyrészt az exekúció az mondjuk az ezerszerese energiában is, meg egyébként a végtermék részeként is az ötletek egyrészt. Másrészt, ha valaki egyszer ki tudott valami jót találni, és másodszorra nem megy neki, akkor szerencséje volt, viszont akkor ne foglalkozzon ezzel. Tehát alapvetően, amikor egy ötletedet elmesél, természetesen úgy, hogy nem köt szerződés, akkor persze elmesélsz valamit, amiből még tudsz naponta 20-at termelni. Tehát ez az elképesztő para, én egy helyen látom igazából indokoltnak, amikor egy cégnél, ami mondjuk online ügynökségeknél jellemző, ott konkurenseket kezelnek. Bankoknál volt régen az, hogy nem volt Magyarországon elég nagy online ügynökség ahhoz, hogy bankokat jó minőségben kiszolgáljon. Nálunk is van több konkurens ügyfél, és ott mondjuk figyelni kell arra, hogy a következő betéti kamat, vagy a következő hitelkamat ne nagyon derüljön ki, mert iszonyat szar úgy dolgozni egy kampányon, hogy tudod, hogy a konkurensnek kétszer jobb ajánlata lesz. És akkor szépen a kreatív csapatokat, ökán csapatokat, fájlszervereket szét kell választani, mert az gátol a munkában. De egyébként ez a titkolózás dolog, ez tényleg egy vicces történet. Bianca, hogyha a Facebookon kommunikálsz, akkor mondjuk a szöveg, képek aránya milyen értékben lehet az, ami befolyásolja? Tehát mondjuk napi hány poszt az, ami ideális lehet? Ezek zavarhatják? Milyen apróságokra mennyire figyeltek? Vagy hogyan tervezitek ezeket? Hogyan találjátok ki? Hát egyrészt nagyon jó analitika rendszerek vannak erre. Tehát amikor elkezdesz kommunikálni egy márka nevében, akkor tudod figyelni azt, hogy az emberek erre hogyan reagálnak, és ez alapján lehet beállítani az ideális dolgot. És ezen kívül természetesen mindig megvannak a trendek, tudjuk, hogy a magyar fogyasztó inkább képre vagy inkább videóra kattint, tehát ezek komoly kutatási munkák is vannak mögötte. Köszönjük szépen, hogy ilyen meglepően sokan itt volt. Köszönjük!